A trader inas rendelkezik egy momentum indikátoron alapuló megerősítés funkcióval. Itt a pozícióba lépés csak akkor történik meg, hogyha a trade vagy kereskedési vonal elérésén vagy meghaladásán túlmenően a beállított indikátor feltétel ezt megengedi. Milyen esetekben van létjogosultsága ennek az indikátor megerősítés használatának? Létezik az úgynevezett portfólió katapult stratégia, ahol úgynevezett meghatározó Fibonacci szint visszateszteléseket veszünk vagy adunk el, és ide momentum indikátor megerősítést várunk el. Például a GBP USA dollár a mostani nagy emelkedés után, amennyiben elkezd csökkenni, akkor láthatjuk, hogy az 50%-os Fibonacci szint környéke, azon túlmenni, hogy az 50%-os Fibonacci szint, ez egy gyakori korrekciós szint, még egy fontos technikai szint, többször volt csúcs meg mélypont a múltban. Ha odáig leesik az árfolyam, akkor nem feltétlenül badarságot venni. Ezt olyan módon tudom megtenni a traderinassal, hogy a trade vagy kereskedési vonalat erre a szintre helyezem, a kitörés baloldalt az infoablakba, kitörés kereskedési mód az off, magyarul visszateszt üzemmódban vagyunk, ez nekünk most pont jó, ha oda leesik az árfolyam, akkor venni fogok. Igen ám, de én beszeretném állítani, hogy csak akkor szeretnék azon a szinten venni, hogyha valamelyik momentum indikátor az abban a pillanatban már túladott, ami növeli a valószínűséget, hogy fordulni fog az árfolyam. F7-re kattintok, és van itt nekem indikátor megerősítés funkció. Itt három indikátort használhatunk megerősítésre, az RSI-t, a sztohasztikot, meg a CC-t. Tételezzük fel, hogy én az RSI-t szeretném használni, akkor ezt true-ra állítom, és ugye vételi pozíciót szeretnék fölvenni. Beállíthatom, hogy a RSI indikátor az legyen minimum 100, maximum 70, vagyis azt állítottam most be, hogy ha az RSI indikátor, ugye egy tolt indikátor az egy tolt-tollig értéket állíthatok be, hogyha az RSI indikátor minimum 0, maximum 30, tehát ha az RSI indikátor a túladott zónában van, amikor az árfolyam leesik, amit a térvonalunkkal is jelöltünk, akkor én pozícióba fogok lépni, ellenkező esetben pedig nem. Amúgy különben indikátor buy szignálnál látható ez a rész, amelyik indikátor ki van kapcsolva oda egyes tír, és hát akkor lép pozícióba, hogyha mind a négy karakterhez egy egyes tír. Magyarul ugye az első karakter az az, hogy a trade vagy kereskedési vonalat eléri az árfolyam. Az RSI esetében ugye a második karakterhez akkor kerül majd a egyes, hogyha az RSI értéke megfelel a mi általunk beállított paraméternek, és csak akkor fog pozíció nyílni, hogyha a kereskedési kék vonal elérésekor az RSI indikátor jelenő esetben a túladott zónába tartózkodik.